Kedves nézőink, a festői szépségű Rittenből köszöntöm Önöket. A mögöttem is látható sporthotelben, ebben a minden igényt kielégítő létesítményben tölti ezt a hetet, a hét hátralévő részét az FTC Telekom férfi jégkorong csapata, amely nem túlzás azt állítani, hogy történelmi hétvégére készül, hiszen egészen pontosan 19 év után tért vissza a nemzetközi porondra, és az IIHF kontinentális kupa második fordulójának D csoportjában szerepel majd, és küzd meg a továbbjutásért. Erről a gyönyörű településről, ahol vagyunk, azt kell tudni, hogy Dél-Tirolban van, Olaszország északi részén, ezért olaszul és németül is egyaránt beszélnek a környéken. A település olasz neve egyébként Renon, és közel 8000-en laknak itt. Nézzünk is körül, hogy milyen érdekességek és szépségek vannak még itt. Látható lenyűgöző geomorfológiai alakzatok, a környék ikonikus képződményei, az úgynevezett Ritteni földpiramisok. Többek között ezért is gondolták azt a 17. században a völgyben található Bolzánó város polgárai, hogy elkezdenek ide településeket építeni, nyáron túrázás, télen pedig síelés céljából. Ritten 7500 lakosa egyébként 17 különböző kis falu lakosainak számából tevődik össze, de nem csak ezekről a csodálatos tájakról, kilátásról és földpiramisokról híres a környék, hanem többek között többszörös olasz bajnok és az Alpesi Ligában szereplő jégkorong csapatáról is, amellyel két másik csapat mellett összecsap az FTC Telekom is a kontinentális kupa második fordulójában a hétvégén. Hamarosan megnézzük azt, hogy hogyan is fest közelről a 2000 férőhelyes aréna Ritten, ez a bizonyos csarnok, ahol a hétvégén játsszák a csapatok a mérkőzéseket. Láthattuk, hogy hogy néz ki kívülről ez a 2000 fős csarnok, az aréna Ritten. Nos, valahogy így fest belülről, ahogy most a hátam mögött is látszik. A jégen egyébként a játékosaink, az FTC Telekom már edz. Pénteken pedig le is játssza első mérkőzését az IIHF kontinentális kupában. Reméljük, hogy minél jobb eredménnyel térnek haza a fiúk, szurkoljunk nekik!